Gyújtópont. Ez a Gyújtópont, Király Tamás vagyok, a vendégünk pedig dr. Németh Zoltán, a hídgyülekezete járvány elleni csapatának szóvivője, munkatársa. Szerbusz Zoli, köszöntünk a műsorban. Szeretettel köszöntök, Tamás, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Ismét megtartjuk a szokásos hitinfónkat a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, és arra gondoltam, hogy van ennek az egésznek egy íve. Ugye tavasz óta beszélgetünk azért szinte két heti rendszerességgel itt a Hit Rádióban, és azt gondolom, hogy elérkeztünk az egyik legdrámaibb ponthoz így a járvány elleni védekezésben. Azt tapasztalom, hogy a környezetemben is vannak sajnálatos hírek, hogy ez a vírus ez valóban azért nem válogat, és hogy a statisztikai adatok nagyon sokszor ilyen emberi sorsokban egyre inkább láthatóak. Nagyon sokan küldenek imakéréseket, erre biztatjuk is egyébként a kedves hallgatóinkat, az antivírus@hit.hu-n lehet kérni imát a Covid-dal fertőzött betegekért, de hogy kicsit úgy érzem, hogy tényleg nagyon durva a helyzet, és akkor talán innen indítanék, hogy te most hogy látod, milyen a jelenlegi állapot, mit mutat a számok, és mire tartanád a legfontos, vagy mire hívnád fel a legfontosabbként a figyelmet? Igen, azt hiszem, hogy ez jó bevezető volt, a második hullám legtetején vagyunk. Pontosabban ez Magyarországon az igazi járvány, ugye első hullámról nem is le kellett szerencsére beszélnünk, olyan módon, mint mondjuk Olaszországban, Spanyolországban láttuk. Azért annyival hadd egészítsem ki, hogy nem csak Magyarországon durva ez a helyzet, hanem egy picit az ember belenéz az internetre, és megnézi mondjuk a környező országokat, vagy éppen Olaszországot. A napokban közel 1000 halálos áldozata volt egy nap alatt Olaszországban a koronavírusnak, ami rekord volt Olaszországban is. Tehát biztos emlékszünk, hogy tavasszal mekkora számok voltak Olaszországban, ugye ott tört ki elsőnek nagyobb volumenben, és ahhoz képest még nagyobb a napi halálozás. Tehát ez most az az időszak, amiről beszéltünk, hogy ősszel, télen, a járvány időszakban egyébként is a rossz idő miatt jellemző a vírusoknak a működése, mivel a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, légúti kórokozó, döntően ezért teljesen érthető ez most, hogy ez történt. Örvendetes, hogy korlátozó intézkedéseket hozott a kormány, talán hamarabb érdemesebb lett volna, vagy gyorsabban a fokozatokat elindítani, már akár szeptembertől, októbertől. Megvan, elindultak ezek, és ennek különösen örülök a tegnapi bejelentésnek, hogy ez meghosszabbodott január 11-ig. Ez egy rendkívül bölcs döntés volt, és nagyon tetszik ez a bölcs mondat is, hogy azért toljuk most el, vagy lesz rendkívüli ez a mostani karácsony és ünnepek mindannyiunk számára, hogy jövőre élve tudjuk mindannyian ünnepelni. Azt hiszem, hogy ez az, amire most fontos koncentrálnunk, és tudomásul vennünk ezt a rendkívüli időszakot. Akkor beszéljünk erről a karácsonyról, mert most őszinte leszek, a mi családunkban is nagyon nagy kérdés ez, hogy mi az, amit tehetünk, és mi az, amit nem tehetünk. Tehát, hogyha például van idős, 65 év feletti, vagy krónikus beteg a családban. Nyilván itt ez egy nagyon érdekes kérdés, mert szerintem ez valóban jó mondás, hogy jövőre is lesz karácsony, és inkább most legyen távol, mint hogy az összes többi karácsony esetén a hozzátartozónk, de hogy ezt meg nyilván nagyon nehéz lelkileg megélni. Szerinted mondjuk vannak ilyen alternatív megoldások? Tehát, hogy mondjuk szomszéd szobában megteríteni neki, vagy maszkban mindenki, vagy itt inkább a tej elszigeteltséget javaslod most ebben az esetben? Én azt javaslom, hogy mindenki gondolja tudatosan és mérlegeljen. Mindenki azzal kalkuláljon, hogy most egy rendkívüli helyzet van, járvány van. Nyilván attól is függ, hogy valakin keresztül ment-e a vírus, vagy nem. De hát hallunk olyanokat, hogy újra tud fertőzni, bár ez nagyon csekély létszámon van. Tehát azok más kategóriát jelentenek, akik mondjuk pont ebben az időszakban már megfertőzöttek, és túl vannak, és nem fognak valószínűleg fertőzni. De többségünk olyan, aki nem kapta el, én sem kaptam még el a vírust, és ezért
Én magam úgy döntöttem, talán a saját példámat tudom mondani, hogy van egy távolabb élő, az én szüleim távolabb élnek tőlem, ővelük megbeszéltük, hogy Skype-on, Zoom-on valamilyen online formában fogunk találkozni, megterítenek ők is saját maguknak, mi is megterítünk itthon, és bekapcsolódunk egymásban élő online bejelentkezésben. Nagyon örültek ennek a döntésnek, mert mondták, hogy köszönik a felelősségérzetet, az előrelátást, 70 évesek, mind a ketten most töltötték be a 70-et ebben az évben, és hát szeretnénk még őket jövőre is, és a következő években is látni. Nem szeretnénk őket kitenni egy olyan helyzetnek, és magunkat sem, hogy bármilyen módon is a kockázatot növeljük. Tavasszal vissza tudunk térni, egymásnak átküldjük csomagban az ajándékokat, vagy megrendeltetjük futárszolgálattal számukra. Ez most egy rendkívül időszak, és úgy fogjuk föl, hogy hát innovatívak vagyunk, és így közelítünk ehhez a kérdéshez. A feleségemnek az édesanyja él, ő itt lakik tehát a Budapesten, nem nincsen messze, viszont vele is megbeszéltük, hogy elvisszük azokat az ajándékokat, vagy kedvességet, amit terveztünk, ő is készít, ilyenkor szokott készíteni ételeket, ezt a folyosón átadjuk egymásnak, váltunk egy-két szót, de nem ölünk le, nem hívjuk meg, nem tartunk ilyen több órás közös találkozót. Mi ezt határoztuk, és ezzel teljesen nyugodtak vagyunk, elfogadtattuk a szüleinkkel, más rokonokhoz, ismerősökhöz, nem barátokhoz nem tervezünk látogatni, otthon töltjük el mind a karácsonyt, mind a szilvesztert, és ebben teljes nyugodtságunk van. Én azt gondolom, mindenki ezt mérje föl, senki ne cselekedjen automatikusan, zsigerből, ez most nem az az idő, hogy ugyanazt lejátsszuk, mint amit kell, mint amit szokás, mint amit elvárnak tőlünk. Mindenki gondolja át, és még egy erős mondatot hadd mondjak. Ugye senki nem akarja azt a borzasztó élményt esetleg megélni, hogy emiatt, hogy én itt áthágtam, vagy nem vettem komolyan dolgokat, elmegyek, vagy elmentem volna, elmegyek a karácsonyi programra, és ez okozza esetleg a fertőzést, netalántán az elköltözését a rokonunknak, ismerősünknek. Borzasztó élmény lehet ez is érzés, ha egy ilyen érzéssel lennénk. Ne ez következzen be a következő hónapokban, és ezért én a teljes óvatosságra buzdítok mindenkit. A döntés, ami most született, ezt alátámasztja és megerősíti, mondom, nagyon örülök ennek. 21-én meglátjuk, ugye december 21-ére ígérték, hogy elmondják, hogy a karácsonyt és a szilvesztert, de már úgy tudom, hogy a szilveszterben biztos, hogy nem lesznek rendezvények, és ez így nagyon helyes. Kibírjuk, túléljük, és ez most a sokkal, sokkal fontosabb mindennél. Hogy látod egyébként, mondjuk, ha lesznek is enyhítések karácsonyra, azért célszerű megfogadni azt, amit te javasoltál, nem? Tehát attól, hogy valamit engednek, még lehet felelősséggel úgy dönteni, hogy már pedig mi most akkor megkíméljük a hozzátartozóinkat, és nem kockáztatunk. Természetesen, tehát azért azt mindig vegyük figyelembe, hogy muszáj kötelező dolgokat, intézkedéseket, szankciókat létrehozni most a kormányoknak, hogy sokan komolyan vegyék, és az ő életük védelmében teszik ezt. Ez olyan, mint amikor rákiáltunk a gyermekünkre a szakadék színén, hogy azonnal lépjél onnan, még hogyha nagyon ijesztő is az a rákiáltás és parancs, akkor is tele van szeretettel. Én szerintem most ezt mindenképp vegyük figyelembe. A vírus nem fogja tolerálni azt, hogy ki milyen jól érzi magát, vagy milyen szép pillanatot él meg. Borzasztó híreket hallunk arról, hogy esküvőn hogyan tudott elterjedni a vírus, sőt olyan tragédiát is olvashattunk az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy maga a vőlegény halt meg utána pár nappal a saját esküvője után, mert már koronavírusos volt. Nem, ez a vírus nem emberséges, nem tolerál, sőt, ezeket, pontosan ezeket a pontokat használja ki alattomos módon, hogy megfertőzhet.
másokat, és tovább megy a fertőzés, családon belül is tovább terjedhet. Ezt most kalkuláljuk be, és értessük meg a rokonainkkal, segítsük a következő időszakban is. Még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy most van a bevásárlásoknak az ideje. Ugye most jön majd az ezüst vasárnap, arany vasárnap bevásárlásokat. Kérek benneteket, kérek mindenkit, hogyha lehet, online rendeljen, olyan időszakban menjen vásárolni, amikor viszonylag kevesen vannak az üzletekben, van ilyen időszak, például a hét eleje, illetve csak rövid időre is tudatosan tartózkodjunk, főleg kisebb, zárt terű, nehezen szellőző helységekben, mert akár plázák belül kisebb boltokban, üzletekben, mert hiába nagy a pláza és nagy a légtere, az egyes kisebb boltokban meg tud rekedni a levegő, és az bőven elég, még ha maszk is van rajta az emberen, akkor is meg tud fertőződni, ugye mindenhez hozzányúl, cipő próbál, most nem ennek az ideje van, nem a cipő meg a ruha próbálásnak az ideje, hanem legyünk nagyon tudatosak a vásárlásban, az élelmiszerek bevásárlásában, ugye erre felhívják az operatív törzsés a figyelmet, de ezt tényleg kérjük, hogy így legyen, mert ezzel is akadályozzuk, hogy még ezeken a pontokon sem legyen lehetőség a vírusnak, hogy terjedjen. Beszéltél ugye a bevásárlásról, itt talán érdemes újra átvenni azt, hogy hogyan érdemes ezt most tenni, tehát gondolom nem érdemes naponta a boltba járni, de hogy amiket mondjuk hazaviszünk, élelmiszereket, azokkal utána hogyan tudjuk biztonságosan elhelyezni, tehát mi ennek a menete? Erről már volt szó, és csak megerősíteni tudom, hogy döntően légúti kórokozóról van szó, cseppfertőzéssel terjed. Ugyan kimutatták és tapasztaltuk azt, vagy lehet tapasztalni, hogy a tárgyakra kerülve is fertőzhet, tudjuk, hogy akár napokig is maradhat. Én továbbra is azt javaslom, hogy ha vásárlunk, akkor pihentessük a nem hűteni való termékeket, bár most pont ilyen hűtő hőmérséklet van, tehát még akár a hűtő dolgok is egy zárt teraszon, vagy valamilyen olyan helyen is el vannak, ahol ilyen nem bántják az állatok, vagy bármi dolog. Tehát a biztonságban van. Mindenképpen pihentessük. A futártól kapunk termékeket, vagy átvesszük, azt is rakjuk félre, ne bontsuk rögtön ki. Figyeljünk mindig a kézmosásra, gondoljuk végig, mint hogyha koszos dolgokat fogtunk volna meg. Hát ha koszos dolgokat fogunk meg, és érzékeljük a kezünkön, akkor utána ingerünk van arra, hogy megmossuk, lefertőtlenítsük. Ezt gyakoroljuk a vásárlásnál is. Én ezt gyakorlom feleségemmel együtt, hogy amikor még miért megfogjuk a bevásárlókocsit, előtte vagy a kocsinak a fogantyúját, vagy a kezünket lefertőtlenítjük. Ez egy ilyen alap most már, amit a maszk használat mellett használunk, és miután kijöttünk a bevásárlásból, utána is lefertőtlenítjük a kezünket. Ezeket tegyük meg, legyünk higiénikusak, és gondoljunk arra, hogy a vírus nagyon alattomosan be tud így férkőzni. Ha ezeket megtesszük, erre figyelünk, akkor nem lesz gond. Vakcina kérdés. Ugye gyakorlatilag elindult egy olyan oldal, honlap, ez nyilván állami fenntartásban, ahol már lehet regisztrálni az oltásra, ez a vakcinainfo.gov.hu. És én azért tartanám fontosnak, hogy még egyszer beszéljünk a vakcináról, vagy hogy még beszéljünk a vakcináról, mert olvasom az internetes kommenteket, hogy azért elég sok az aggodalom és a szkepticizmus az oltással kapcsolatban. Többek között attól félnek egyébként az emberek, hogy megváltozik az oltás hatására a DNS-ük, illetve hogy annyira rövid idő alatt lett kifejlesztve ez az oltás, hogy honnan lehet tudni, hogy nem okoz károkat, nem okoz problémákat, illetve az oltásnak a hatékonysága és az élettartama is sokakban kérdésként merül fel, hogyha mondjuk ez csak 3 hónapig ad védettséget, akkor egyáltalán van-e értelme ennek az oltásnak. Szóval szerintem érdemes helyre tenni ezeket a kérdéseket. Talán rögtön az első kérdés, hogy mondjuk te regisztráltál-e a vakcináért a vakcinainfo.gov.hu-n? A válaszom az, hogy igen. Én regisztráltam, sőt ezt most megosztottam a közösségi médiában is, mert nem, minden energiát igyekszek beletenni a következő időszakban
ami szükséges akár egy rádión keresztül, vagy bárhol propagáljam, hogy két igent mondjunk, regisztráljunk most, és oltassuk be magunkat, amikor ott tartunk vakcinával. Csak olyan vakcinák fognak ide bekerülni Magyarországra, amiket előzetesen az Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélyezett. Lesznek olyanok, amiket már az Európa Unió is engedélyez, hogy mi az Unióhoz tartozunk. Ugye halljuk most, hogy Nagy-Britanniában már elkezdték az oltást, talán ettől a héttől, a Pfizernek az oltóanyagát, és ugye ők már nincsenek benne az Unióban, tehát ők megtehették, mi az Unión belül vagyunk, tehát alkalmazkodunk, viszont jöhetnek keletről is vakcinák, amiket pedig Magyarország dönti el, hogy ezt hatékonynak találja-e. Mondtál egy olyat, hogy hú, ezek nagyon gyorsan lettek kifejlesztve, ki tudja, hogy mit tud. Azt is szeretném elmondani, hogy mindezeknek, mindegyik vakcinának a hátterében hosszú évek, sőt 10-15 évnek a kutatása és fejlesztése van. Igaz, nem tudták, hogy a koronavírusra kell majd ezeket működtetni, alkalmazni, viszont nem igaz, hogy ez egy éven belül ilyen adhok működés. Az kétségtelen, hogy például a Pfizernek a vakcinája, vagy más ilyen vakcina is még ilyen formában nem jött ki, de az meg aztán végképp tévedés, és szeretnénk eloszlatni minden ilyen tév gondolkozást, hogy genetikai módosítást okozna a szervezetben. Ugye mert beszélnek DNS-ről, meg RNS-ről, inkább RNS-ről, de ha egy kicsit jobban belenéz az ember, az a probléma, hogy tudatlansága, tudományellenesség, vagy felszínesen érték az emberek, és rögtön a DNS-ről genetikai tesszük be, belekeveredik egy kis összeesküvés elmélet, és már is messze járunk a valóságtól. Semmi ilyenről nincs szó. Én szerintem érdemes majd egy következő alkalommal, most talán nem lesz idő, részletesen átbeszélni, hogy mit is okoz, és hogyan zajlik ez az RNS szerű, egy mRNA-s segítségével történő vakcinálás, védőoltás, illetve ugye az oroszról pedig azt szeretnék mondani, új információkat, hozzám eljutott olyan információ, akik beadatták ott Oroszországban, ott élő magyar emberek is részt vesznek már az oltásban, illetve a beoltottságban, és a tapasztalat nagyon jó. Van, akiről azt halljuk, hogy ismeri a gyáregységeket, vagy lát, belelát a működésbe, illetve az oltásnak a beadásába, és azt látják, hogy modern szervezet és jól működő. Tehát még az orosz vakcinával kapcsolatban sem kell ockodnunk. Valószínűleg egy hatékony, jól működő vakcina lesz. Megnézték már az antitest eredményeket is, és nagyon jó eredményeket hozott ki. Tehát az első reakciók, azok jók, de szeretném elmondani, hogy még egyszer, hogy kellő biztonsági vizsgálaton is keresztül fog menni Magyarországon, és csak azokat engedik, amik átmennek ezeken a biztonsági fokozatokon is. Én azt mondom, hogy nem kell izgulni emiatt, nem valami rendkívüli helyzetről van szó, ugyanúgy, mint az influenza oltással kapcsolatban, évente javasoltuk most is a bizonyos embereknek, hogy beoltassák, ugyanígy a csecsemőkori védőoltásokkal kapcsolatban. Ez az egyetlen mód most jelen pillanatban arra, hogy leküzdjük a vírust. Nem szeretnénk, hogy az emberek, magyar embereknek, vagy bárkinek, és bármelyik országnak 60-70%-a megfertőződjön igazi vírussal. Ennek ellene tudunk menni, úgy tudunk ellene menni, hogy beoltatjuk magunkat nagy számban. Én erre buzdítok mindenkit, innen a rádión keresztül, én biztos, hogy be fogom oltatni magamat, amikor sorra kerülök. A rendszer szerint ugye nem a regisztráció időpontja alapján történik a vakcinálás, a védőoltás beadása, hanem a veszélyeztetettségi sorrend szerint lesz, amit megfelelő időben el fognak mondani. Ez valószínűleg a jövő év első negyedévében fog elindulni, tehát ebben az évben még csak a tájékozódás és a felkészülésről van szó. Erre nagy szükség van, azért azt szeretném elmondani, mert én is azt érzékelem, tapasztalom, hogy nagyon sok a fejekben a zavar, félreértés és a gyanakvás. Sajnálatos, hogy az emberek mégiscsak politikai ügyet csinálnak belőle, mert van, aki kormány ellenes, és akkor onnantól kezdve, amit a kormány mond, az biztosan nem lesz jó.
és ezt terjesztik, ez egy nagy balgaság, és a kormány kritikusoknak szeretnénk üzenni innen, hogy ez szakma, itt most emberi életekről van szó, és jó lenne ezen túllépni, és megfigyelni azt, pontosan utána nézni, hogy itt most arról van szó, hogy leküzdjük a vírust, ami a gazdaság számára, a társadalom, az egészségügy és az életünk számára alapvető. Nagyon érdekes, miközben beszéltél, itt pont rátévedtem a Facebookra, ahol Morvai Péter barátunk megosztotta, hogy ő is regisztrált már az oltásra, megjegyzem, én is regisztráltam egyébként, és hogy így olvasom a kommenteket a bejegyzése alatt, és látom, hogy azért keresztény körökben is sokan felteszik a kérdést, és még mindig van az emberekben egyfajta óckodás méghozzá azok miatt, az összeesküvés elméletek miatt, amelyek ugye, hát azért nagyon sok esetben valóban van olyan, amikor az összeesküvés elméleteknek van alapjuk. De a nagy kérdés az, hogy mondjuk ebben a helyzetben előfordulhat-e olyan, hogy mondjuk tényleg a háttérhatalmak kifejlesztettek valami olyan oltást, amivel aztán az emberiséget letizedelik, vagy ezek az oltások, ezek ellenőrizhetőek, tehát végigkövethető az, hogy mi van benne, milyen összetevőkből áll, és hogy azok milyen hatást érnek el, illetve van-e garancia arra, hogy amit mondjuk a kísérleti alanyokon leteszteltek, na ugyanazokból az összetevőkből lévő oltást kapja meg az is, aki beoltatja magát. Minden gyógyszerrel kapcsolatban föltehetnénk ezt a kérdést. Megjelenik egy új gyógyszer a piacon, és miért nem merül föl az emberekbe, hogy fú, ebbe a tablettába, vagy ebbe a fiolába, vajon ugyanaz van, mint amit hirdettek? Pontosan arra hat, vagy valamit bejuttatnak a szervezetünkbe? Tehát mindennel eljátszhatjuk ezt. Képtelenség. Tehát amit állítanak és mondanak, ez annyira képtelenség és nevetséges, mert... Hát sem kontrollálni nem lehet ezt. Nem is akarok belemenni, mert annyira blőd, csak ha belegondol az ember. Amellett, hogy persze tudom keresztényként, hívőként, bibliaismerőként, hogy végül is eljutunk egy olyan világba, ami által kontrollálják az embereket, de én szerintem nem így fogják, vagy nem így fogják megváltoztatni a világot, hanem az emberek önként dololva, hogy a Bibliának, meg a Jelenések könyvének a hangulata, hogy leírja azt a világot, önként és dalolva és észszerű magyarázatokkal fognak belépni abba a kontrollált világban. Én egyáltalán nem gondolom ezt, sőt, nem is ennek gondolom, hanem nagyon szigorú gyógyszerészeti, szigorú eljárások alapján végzik. Csak egy dolgot hadd mondjak, hogy a Pfizer 100 millió egységet ígért évvégéig, hogy elkészítsen, és az napokban bejelentette, hogy ebből csak 50 milliót fog készíteni, elnézést kér mindenkitől, mindent megtesznek, de a szakembereik szigorúan megvizsgálták a hatóanyagokat, a felhasználási anyagokat, és bizonyos anyagokban nem találták megfelelő minőségűnek, ezért a biztonságnak a legmagasabb szintje alapján új beszállítókat kértek, és ezért egy hónapot tolódik ez a szállítmány. Ezek nagyon korrekt. Ha rámegy az ember a Pfizernek az honlapjára, akkor szinte napra pontosan tájékoztatást adnak. Nem gondolnám, hogy ezek csak ilyen PR tevékenysége. Sajnos benne van a levegőben ez, ezt tudom, és nyilván van bizonyos pontokon és helyzetekben alapja, de ezeknek, amiket mondtál, főleg az, hogy kipusztítják, vagy valamilyen kontrollnak helyezik alá, képtelenség, lehetetlen így random módon az embereket erre rávenni, ráadásul önkéntes lesz, most akkor önkéntesen fogják az emberek, teljesen váratlanul éri őket, tehát nevetséges ez. Nem szabad ezeknek hinni, ezek nagyon sok kárt okoznak, a bizalmat aláássák, vagy azt az egészséges gondolkozást, amit a védőoltással kapcsolatban kell látni. A koronavírus pusztítja az embereket random módon. A koronavírus élesben kiszámíthatatlan, hogy ki az, aki lélegeztetőgépen köt ki, és ki az, aki megúszza. A koronavírus az, ami ellen kell célzott, hatékony, de biztonságos eljárással elejét venni ennek a random kórokozónak, ami bánt bennünket és akadályoz bennünket minden területen. Ennek a nagyszerű fegyvere a védőoltás,
és ezt az emberiség azért használja, hogy élet legyen bennünk, és megszabaduljunk. Így lássuk ezt a helyzetet és ezt a körülményt. Pont azon gondolkodtam, hogy lehet majd egy idő után arról beszélgetni, hogy ez a vírus honnan jött, meg kinek volt az érdeke, véletlenül szabadult el, vagy ránk szabadították, meg lehet arról is beszélgetni, hogy ki jár jól mondjuk a vakcinával, de most nem ennek az ideje van, most az életnek a védelme a legfontosabb, és azért ugye elég drámaian kezdtük az adásnak az elejét, de hogy tényleg én a környezetemben is szembesülök azzal, hogy meghalnak emberek, meghalnak fiatalok is, nem csak idősek, és ezt muszáj valahogy megfékezni, muszáj valahogy megállítani ezt a járványt, és ahhoz, hogy mondjuk elérjük a nyáimmunitást, tehát, hogy már ne fertőzzön tovább, ahhoz én nem látok más megoldást, csak a vakcinát, csak azt, hogy beoltatjuk magunkat. Azzal, hogyha mindenki otthon marad, és lebénul a gazdaság, az ugye nem a megoldás. Azt ugye meg tudod te is erősíteni, hogy ha nem oltatnánk be magunkat, vagy ha nem lenne vakcina, és mondjuk nem lennének korlátozó intézkedések, akkor ez a vírus akár örökre is itt maradhatna, nem? Hát egyelőre azt látjuk, hogy a vírus semmi jelét nem mutatja annak, hogy gyengülne, hogy tolerálná az ember, vagy csak egy gyengebb neteket okozna. Azt látjuk, hogy ahogyan ez tavasszal működött, kisebb mutációk folyamatosan zajlanak benne, de döntően a koronavírusnak a fertőző képessége és veszélyessége az ugyanaz. Ezért két lehetőség van valóban, vagy megvárjuk, hogy végig tarul a koronavírus rajtunk. Egy olyan időszakban vagyunk, egy olyan történelmnek egy olyan szakaszában, amikor tudunk ezzel hatékonyan harcolni. 100 évvel ezelőtt a spanyol nátha idején nem lehetett ezzel harcolni, tehetetlenek voltak az emberek, karanténban próbálták akadályozni, korlátozó intézkedésekkel, de nem volt direkt fegyverük a koronavírus ellen, illetve bocsánat, az influenza ellen, akkor az influenza volt, vagy a kórokozó ellen. De úgy beszélhetünk a középkorról is, ahol meg ráadásul azt se tudták, hogy mi történik, és másokat is okoltak, és ezért még nagyobb bajt tudtak okozni. Ma tudjuk, hogy mit csinál a vírus, tudjuk, hogy hogyan. Sok mindent nem ismerünk természetesen a vírus természetéről. Nem értjük például, hogy bizonyos embereknél miért okoz nagyobb bajt, bizonyos embereknél miért nincs annyi antitest. Mit tudunk tenni, ami tőlünk telik, amit tudunk most tenni, a tudomány, amit fel tud mutatni és tenni, azt használja, és bízunk benne, hogy ezek működőképesek legyenek. Jó kérdés, hogy mennyi ideig fog hatni, de még ha említetted az előbb a kérdésedben, még ha 3 hónapig is hat, hát 3 hónapig az antitesteim ott lesznek, és tiltakozik, és leállítjuk a vírusnak a terjedését, hát azzal már hatalmas dolgot értünk el. Csak gondoljunk az elmúlt 7-8-9 hónapra, hogy ahhoz képest milyen nyarunk, őszünk lehet. De utána aztán persze jön a következő időszak, hogy kell-e újabb oltás, lehetséges-e, meg kell-e küzdeni az emberiségnek ezzel, hogy lehet, hogy tartósabb lesz az oltás. Most nincs más választási lehetőségünk, ez rendelkezésünkre állhat, ha józanak vagyunk és átgondoljuk, és nem engedjük magunkat ezekkel a tévegésekkel, tudománytalan állításokkal megfertőzni, akkor nem csak a vírustól leszünk mentesek, hanem ezektől a buta gondolkozásmódoktól is, akkor elfogadjuk a vakcinát, mindent megteszünk, hogy mi és a környezetünk védett legyen. Ugye említetted, hogy két dologra biztatod a rádióhallgatókat, az egyik az, hogy regisztráljanak, ugye a vakcinainfo.gov.hu, a másik pedig, hogy oltassák be magukat. Miért fontos regisztrálni? Demonstráljuk azt, minél többen, hogy igenis támogatjuk a védőoltásnak a beadását. Ugye ez egy tájékoztató jellegű, tehát az fontos hangsúlyozni, ez semmilyen ilyen megrendelés, tehát nem a futárszolgálatnak küldjük ki a megrendelőt. Ugye az alapadatainkat adjuk meg, mindenki nyugodjon meg, védett adatok ezek, és védett ez az oldal, úgy tudom. Tehát nyugodtan megadhatjuk
a lakcímünket, telefonszámunkat, e-mailünket. Én érdemesnek tartom, hogy az értesítéseket is állítsuk be, hogy bármikor tudjanak értesíteni bennünket arról, hogy hol tart a vakcina, direkt bekaphatunk erre e-mailt. Nem én állítottam össze, nehogy félreértés legyen, ez nem most egy, nem egy marketing szöveg, hanem egyetértek ezzel, teljesen jó, sőt azt mondom, hogy további magyarázatokat kell létrehozni majd, gondolom lesz ezek, a különböző médiák fognak foglalkozni, mert meg kell értetni az emberekkel, mert ahhoz képest, én meglepődve vagyok lepődve, vagy ahhoz képest, hogy a nemzetünk nagyon természetesnek veszi a védőoltásokat, és nagyon nagy arányban oltatjuk be magunkat egyébként, a világviszonylathoz képest élvonalba járunk, ahhoz képest nagyon alacsony a közvélemény kutatások alapján most a koronavírus védőoltásra való hajlandóság. Egy kicsit értetlenül állok, de ez azt mutatja, hogy az emberekben sok a tudatlanság, nagyon egyszerűen, felszínesen gondolkodnak, nagyon könnyen rá tudják venni a szkeptikusok, a kritikusok erre az embereket, hogy bizonytalanok legyenek. Ezt kell erősíteni minden területen, elmagyarázni, világos legyen, érthető legyen, követhető legyen. Sok mindenben nyilván nem láthatunk be, de nem azért, mert titkolni akarnak, hanem mert ezek üzleti, meg egészségügyi védelem alatt állnak. Ez nem jelenti azt, hogy valami titkos, fondorlatos tevékenység zajlik, hanem a háttérben komoly, nagyon komoly szakemberek, nagyon komoly, tehát értsük meg, emberek vannak a mögött, akiknek hatalmas felelősség van, hogy mit eresztenek rá, mit adnak a világnak. Csak mondok még egy dolog eszembe jutott, hogy a Trump, Donald Trump ugye hajtotta az ősz folyamán, hogy még az elnökválasztás előtt lehetőség legyen már a vakcinára, és megmondták neki világosan, hogy ezt nem fogják így, nem így működik, nem lehet így politikai szempontból sem siettetni, sem akadályozni, hanem ennek megvan a maga folyamata, amit hangsúlyozom, hogy rendkívül felgyorsítottak. Nem arról van szó, hogy kapkodnak, tehát nem kapkodás jelent, ami miatt esetleg nem jól megfelelő mennyiséget öntenek oda, vagy ilyesmi, erről szó sincs, hanem azokat a folyamatokat rövidítették le, azokat az adminisztratív folyamatokat, vagy kicsit bürokratikus folyamatokat azonnalivá tették, amik esetleg egy-két hétig vagy hónapig is elhúzódhatnak, hogy ahogy megjönnek a fázis eredmények, ahogy kiderül egy védőoltásról, vakcináról, hogy ez megütötte a hatékonyság és a biztonsági mércét, ugye ezek a fázis három vizsgálatok, amik már több tízezer, akár több tízezer fő bevonásával történtek, már időseket is bevontak, azt hiszem a Pfizer is, már 65 év fölöttit is bevont, és ezekből az eredményeket aztán független tanácsnokok megvizsgálnak, megvizsgálják az adott ország hatóságai, és miután ezek megvannak, akkor utána egy konszenzus jön létre, hogy elfogadható és hatékony, és ez az, amikor nem hónapokig várnak, vagy hetekig, most nincs erre idő, hanem akár napok alatt eldöntik ezt, és azonnal rendelkezésre bocsátják. Ez nagyon jó dolog, mindez meg vagyok győződve, és nem hiszem, hogy a kincstári optimizmus szól belőlem, hanem a józan érveink azért van, mert egy gonosz, pusztító járvány kellős közepén vagyunk, és ennek akarunk, ezt akarjuk megszüntetni. Ezt a védőoltással fogjuk tudni elérni. Dr. Németh Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is.